A Bozsik Ivett társulat 1993-ban alakult, 2 év múlva lesznek 30 évesek. Széles a repertoárjuk, ami azt jelenti, hogy a csecsemőszínházi előadásoktól a gyerekszínházi előadásokon keresztül a nagy produkciókig, melyek a Műpában is mentek, a kisebb kísérletű előadásokig sok minden megtalálható a palettájukon. Teljesen más világ volt a 90-es években, tehát én azért nagyjából akkor nagyon kevés kortárs tánc együttes volt, és én a példákat valahogy Franciaországból vettem, mert nagyon sokat jártam fellépni, meg sok ösztöndíjam voltam, és ott minden egyes társulatvezető, szinte egy-egy társulatvezető neve után kapta a nevét, tehát valahogy innen volt az egyik példa, hogy miért az én nevem alatt volt. A másik az, hogy én akkor azért már egy 93-ban én már a Katona József Színházban dolgoztam, mint rendező, és ott dolgozott a társulat is. Tehát az én nevem volt már annyira ismert, hogy már arra fel lehetett építeni ezt a, nem tudom, ezt az egész dolgot. Tehát, és aztán én azt az egész társadban a nagyon izgalmas dolog, hogy vannak benne olyan táncosok, például a pécsi származású Vati Tamás, aki a kezdetektől fogva a társadat tagja, és ebben a mai darabban is főszerepet játszik, tehát ő is már elmúlt 50 éves, és vannak fiatalok, tehát ez a kettőség jellemzi a Bozsik Ivett társadatot, hogy vannak benne idősebb táncosok, fiatalabb táncosok, vannak ösztöndíjasok, és nagyon széles a repertoárunk, miközben sokat rendezek prózai színházak, a műzikeleket a társulat tagjai abban is részt vesznek, tehát ők egyenként nagyon jó előadó művészek, színészek, énekelnek is akár, hogyha kell, tehát a tánctudás mellett, és mindegyik egy különböző karakter. Most az is jellemző, hogy sok voltak külföldi táncosok, most jelenleg Samantha Kettől egy angol táncoslány a társulat tagja, ő majd az előadásban egyébként angolul fog beszélni, őt fel lehet majd is, vagy beszél magyarul is, meg angolul is, fel lehet ismerni. Tehát, hogy nekem fontos az, hogy milyen emberekkel dolgozom, milyen a személyiségük. Talán ez a legmarkánsabb, szerintem, ami a Bozsik Ivett társulatot jellemzi, hogy különböző egyéniségek, markáns egyéniségek, táncosok, színészek egyaránt. Az esti produkció címe a Nyaralás, amely gyerekkori emlékekre épül. A keresztapámnak, Mozsonyi Albert emlékére csináltam, ő egy nagyon híres balettmester volt és koreográfus, és én 3 éves koromtól kezdve ő tanított engem balettezni. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek neki. Tulajdonképpen azt, ezt a szakmát csinálom, az mind az ő eredménye, az ő munkássága, vagy az ő megszállottságának az eredménye, mert ő még anyukám áldott állapotban volt velem, akkor azt mondta, hogy Ivett lesz, és szőke, hosszú hajú és világhírű táncosnő. Hát nem tudom, ebből mi valósult meg, a hosszú szőke haj az igen. A lényeg hát az, hogy táncosnő lettem végül, az is. Úgyhogy hát a keresztapám 86 éves korában halt meg 2 évvel ezelőtt, és akkor csináltam egy darabot az ő emlékére, amelyben tényleg nagyon sokfajta dolog van, hiszen benne vannak az én gyerekkori emlékeim, akár a lakótelep, a nyomasztó emlékek, de viszont a jó emlékek is a strandon, mert imádtam a strandon lenni, és nagyon sokszor vitt el a stranda, meg az utazások, meg a gyerekkori álmaim is, tehát ez egy nagyon komplex darab, ami tényleg egy nagyon személyes dolog, de a legfontosabb benne, hogy próbáltam neki egy olyan emléket állítani, ami nem csak az ő, tehát azt gondolom, hogy a test hiába hal, meg a szellemünk, meg a lelkünk az örök, és én ebbe a darabba ezt mutatom meg. Beszélgettünk az Inverse Dance vezetőjével, Fodor Zoltánnal is. A Te meg a világ című előadásukkal a társulat Szabó Lőrinc előtt kíván tisztelegni, a költő 120 éves születésnapja alkalmából. 10 évesek, tavaly a pandémia ideje alatt jubiláltak. Egy kortárs együttes vagyunk, gyermek és felnőtt produkciókat hozunk létre, asszociatív, elgondolkodó felnőtt produkciókat, és a gyerekeknek pedig nagyon élvezetes, látványos, cselekményes, kalandos darabokat. Úgyhogy ezzel szoktuk járni az országot, ezekkel a darabokkal alakítjuk ki a repertoárunkat. De alapvetően a társulatnak a fő profilja, a másik fő profilja a felnőtt programok létrehozása, mint amit ma este is láthatnak a nézők. Szabó Lőrinc, Te meg a világ címmel hoztunk létre egy kortárs tánc átiratot. A szépsége, a drámája, a nehézsége abban rejlik, hogy igyekszünk asszociatív módon fogalmazni, hogy a nézőnek saját története is ki tudjon alakulni, és az alkotói szándék az ne
csak kizárólag egy vonalvezetést engedjen a nézőnek, hanem adott esetben többféle oldalról tudja kinyitni, és a saját történetét is bele tudja érezni a produkcióba. A Pécsi Balett együttes táncművészete a magyar táncos szakma sikertörténete. Önmagukból és szakmai tudásukból mindig a legtöbbet adták. Ezt kötelességüknek érezték. Nagyon izgalmas produkciók vannak, nagyon színes a palettánk, tehát nem egyféle a dolog, van néptánc. Volt a Pécsi Balettnek ez a gyönyörű jubileuma, amit meg kell említeni, hogy az Iszonyat balladája, ami egy ikonikus előadás, az volt az első premierünk, és Vince Balázsnak az volt az ötlete, hogy újítsuk föl, de nem úgy, hogy megismételjük az eredetit, mert minden kerek évfordulónál megismételtük, hanem ugyanezzel a tematikával, és ugyanezzel a csodálatos Szokolai Sándor zenével csináljon egy kortárs koreográfus egy újat. És akkor csinált egy kortárs koreográfus, Zahár Lórend egy újat, ami tartalmilag teljesen azonos volt. Ugyanarról szólt tulajdonképpen, teljesen mindegy, hogy milyen uralom, de a hatalomról, az elnyomásról, szabadságvágyról, a lázadásról és a reményről. Ugyanerről szólt a másik 4 szereplővel, itt 12 szereplő van, és ugyanezt láthatjuk a színpadon, nem leutánozott időkben, de ha érzed az egésznek az emocionális hatását, akkor tudod, hogy ez ugyanarról szól, amikor a hatalom elveszti a mértéket, és olyan szinten történnek a dolgok, hogy az emberek ezt tovább nem tűrik igazából, de végül is a remény az mindig megmutatandó a végén, és nagyon kortárs modern táncnyelvvel, plusz karakterábrázolással, úgyhogy nagyon jól sikerült. Idén a világban zajló Covid-járvány miatt hazai együttesek léptek fel. Szegedi Balett, Egri Balett, Kulcsár Noémitán laborja, akkor a mai napon Bozsiket, Ivet van, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és dolgoztunk is vele, Fodor Zoltán, Imbesdelsze, vele csináltunk egy Hacsatúrián darabot, és akkor lesz még a Magyar Állami Népi Együttes is. Mindent a színháztérre centralizáltak. A Pécsi Nemzeti Színházon kívül a téren és a szemben lévő trezorban is izgalmas produkciók zajlottak. Volt egy élő tánctörténet óra az iskolásoknak, plusz még aki akart, ki kívülről beregisztrálhatott. A Pécsi Balett különböző táncosainak az életpályáján keresztül mutattuk be azokat az írákat, amikbe különböző stílusú, már jön a közönség, úgyhogy különböző vezetői érákat mutattunk be, tehát az Ekimre időszak táncosait, akkor utána Herzog és a Keveházi időszak táncosait, utána Vince Palás táncosait, ezek mind más színű dolgok, és a hallgatók megtudhattak olyan kedves sztorikat, amiket amúgy nem nagyon ismernek. Utána volt egy vetítés, azok az együttesek, akik nem fértek be ebbe a programba, azok küldhettek egy filmet, és akkor a Trezorba levetítettük. Délután itt a színház előtt Pécs összes tánciskolája, 20 tánciskola idővel beosztva fölléphetett, és este a színházi előadás után is volt minden nap, és lesz minden nap program. Reméljük, az idő megengedi a mait, és ilyen dúsat még nem csináltunk.